Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma szeptember 15-e van Enikő és Melitta névnapja. Ma van a Szerb Egység, Szabadság és a Nemzeti Zászló napja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Elfogadta a köztársasági képviselőház a szerb államfő Koszovóról szóló jelentését. A Szerb Egység, Szabadság és a Nemzeti Zászló napját ünneplik ma Szerbiában és a Boszniai Szerb Köztársaságban. Október második felében kezdi meg a magyar összefogás az intenzív kampányt az MNT választásokra készülve. Orbán Viktor holnap Szerbiába látogat. Elfogadta az ideiglenes prisztinai intézményekkel folytatott tárgyalásokról szóló jelentést a szerbiai köztársasági parlament. A vita gyakorlatilag 25 órán keresztül zajlott, a végén pedig a 250 tagú parlament 148 képviselője voksolt igennel Alekszandar Vučić köztársasági elnök jelentésére. Kétnapos tárgyalás után fogadták el a képviselők Alekszandar Vučić jelentését a Belgrád-Pristina párbeszédről. A szerb államfő kijelentette, a tárgyalási pozíció megerősítésének legfőbb módja az lenne, ha egyre több állam vonná vissza a Koszovó függetlenségének elismerését. Bejelentette, hogy Szerbia továbbra is ezen fog dolgozni. Az ellenzék azonban nem értett egyet az elnök érveivel. Milica Gyurgyevic Stamenovski, a fogadalomtevők szerb pártjának parlamenti képviselője azt bírálta, hogy nincsenek konkrétumok a jelentésben, és nincs szó a Koszovó jövőjére vonatkozó tervekről sem, ezért nem szavazhattak rá igennel. Zašto bismo mi glasali? Bila bi platforma za obnovu suvereniteta na Kosovu i Metohiji. Bila bi platforma u kojoj bi bile sadržane sve crvene linije. Platforma u kojoj bi bilo jasno naglašeno da neće biti predaje Kosova i Metohije. Platforma u kojoj bi se naglasilo da neće biti bilo kakvih predloga za razmenu teritorija, za podelu Kosova i Metohije, za razgraničenje, niti za bilo šta drugo što predstavlja gaženje suvereniteta i utiče na nedeljivost teritorijalnog integriteta. A Dveri Szerb Mozgalom és Patrióta Blokk képviseletében Iván Kostić párhuzamot húzott Ukrajnával, és azt mondta, ha Kijev beszélhet arról, hogy Oroszország megszállta Krímet, akkor Szerbia is kimondhatja, hogy Koszovó NATO megszállás alatt áll. A szerbski pokret Dveri nikad nije bio proti državnih interesa i ovi ljudi sa moje desne strane i sa moje leve strane su za ova dva dana pokazali jednu ozbiljnost sa konkretnim argumentima, a meni se čini da ste vi dali blagu podršku onim ljudima koji su zadnje tri godine pljuvali po suverenitetu Republike Srbije, koji su govorili da se treba usaglasiti sa trenutnim stanjem stvari na terenu, a mi smo ekstremisti, mi smo proruski ljudi, a vi dobro znate ko od koga prima pare i ko je strani agent. A parlamenti vita végén, miután a 250 tagú parlament 148 képviselője támogatta a javaslatot, Alekszandar Vučić sajnálatának adott hangot, hogy nem volt nagyobb az egyetértés. Leszögezte, Szerbia semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét, de az sem reális, amilyen elképzeléseket Koszovóról egyes ellenzéki politikusok megfogalmaztak. Nem a csarobnok stapítja, nema lakih rešenja, ali mi kao narod nemamo šta drugo. Ostaje nam da se pametnom politikom, racionalnom, ozbiljnom, ali svojom marljivošću i posvećenošću borimo. Dakle, borba, borba do konačne pobede. Živela Srbija, živela Kosovo i Metohija. Pristina és Belgrád között 2013-ban kezdődött párbeszéd a kapcsolat rendezéséről. Előrelépés azonban nem igazán történt. A koszovói fél azt szeretné, ha Szerbia elismerné önállóságát, Belgrád viszont nem hajlandó lemondani a tartományról, és az alkotmányban is rögzítette, hogy Szerbia elidegeníthetetlen része.
A szerb egység, szabadság és a nemzeti zászló napját ünneplik ma Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban. A szerbek közösen emlékeznek arra a napra, amikor 1918-ban a szerb katonák áttörték a Szaloniki frontot. A szerb himnusszal kezdődött a szerb egység, szabadság és a nemzeti zászló napjának központi ünnepsége Bijeljinában. Alekszandar Vučić köztársasági elnök ünnepi beszédében kiemelte, 1918. szeptember 15-én a megosztottságnál erősebb volt az összefogás. A katonák tudták, hogy csak közös erővel győzhetnek, és csak az egység vezet szabaduláshoz. Hozzátette, a ma kihívásai sem kisebbek a több mint 100 évvel ezelőttieknél. Most is egységre van szükség. I danas, iako to ne želimo da vidimo, možemo da izgubimo sve ono što su u jednom trenutku izgubili i oni. I slobodu, i državu, i živote. Razlika je u tome što ovaj istorijski trenutak od nas zahteva da se ujedinimo pod našom zastavom, pod našom trobojkom, pod zastavom i mira, ali i zastavom života. I da zajedno pobedimo ludilo koje svakog trenutka može ove prostore ponovo da pretvori u krvavu klanicu. A szerb államfő hozzátette, amikor az egész világ háborúban áll, meg kell értenünk, hogy csak magunkra számíthatunk, és a megmaradáshoz a szerbek egységére van szükség. Porfirje pátriárka a zászlók történelmi jelentőségéről beszélt, és kiemelte, a zászló mindig is az egységet jelképezte. Zastava je u načelu simbol jedinstva i znak suštinskog, dubinskog, duhovnog identiteta jednog naroda. Naša zastava je vidljivi znak našeg jedinstva. Ona upućuje na to ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo. A Szaloniki front akkor nyílt meg, amikor az első világháború során az Antant csapatai 1915. októberében megérkeztek a Balkán-félszigetre. 1918. szeptember 15-én több mint két évnyi véres harc után a szerb csapatoknak sikerült áttörniük a Szaloniki frontot, és a történészek szerint ez már az első világháború végét vetítette előre. Bizakodás ad okot, hogy a szükséges támogatói aláírások ötszörösét szerezte meg a Magyar Összefogás a november 13-i Magyar Nemzeti Tanácsi Választásokra, hangsúlyozta Fremond Árpád a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke egyben a 35 tagú lista vezetője kiemelte, ez az eredmény azt jelenti, hogy a vajdasági magyarok fontosnak tartják a nemzeti tanácsi választásokat. Továbbá ez egy visszajelzés is, hogy az a politika és közösségépítő tevékenység, amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács folytat, jó irányba halad. Fremond Árpád kiemelte, a kampány folyamatosan zajlik, de annak intenzívebb része október második felében kezdődik. A listavezető elmondta, hogy a programok és intézményrendszerek támogatása a jövőben is folytatódik. Ahogyan eddig is, a folytonosság jellemzi majd az MNT munkáját. Számos olyan kapcsolatra tettünk szert, vagy teszünk mi szert ott a szerbiai képviselőházban, amely aztán a közösség számára jó lehet és fontos lehet. Úgyhogy hiszem azt, hogy az új nemzeti tanács együttműködve a Vajdasági Magyar Szövetséggel gyakorlatilag tudja ezt a közösséget tovább fejleszteni, tudja ezt a közösséget megtartani, és mindent meg tud annak érdekében tenni, hogy az elkövetkezendő időszakban is gyakorlatilag az érdekérvényesítési képességünk az meg tudjon maradni itt Szerbiában, de akár az egész Kárpát-medencében is. Úgyhogy bízom benne, hogy sikeresek leszünk.
Orbán Viktor holnap Szerbiába látogat. A magyar miniszterelnököt Alekszandr Vučić államfő fogadja Belgrádban, a tervek szerint 9:30-kor. Vučić a békés együttműködés fejlesztésében és erősítésében nyújtott kivételes szolgálatáért és a két ország közötti baráti kapcsolat jegyében magasrangú állami kitüntetést ad át Orbánnak. A találkozó után Vučić és Orbán sajtótájékoztatót tart, közölte a szerb elnök sajtószolgálata. Lerójuk tartozásunkat a városépítő polgármesternek, dr. Bíró Károlynak, írt a közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A szabadkai VKT elnöke úgy fogalmazott, pontosan 110 éve annak, hogy Bíró Károly átadta rendeltetésének a szabadkai városházát és a palisztri szecessziós épület együttest, a vigadót, a víztornyot, a női fürdőt és a zenepavilont. 110 év után ezen a napon kezdte meg a szabadkai önkormányzat Bíró Károly polgármester egykori házának felújítását a Rádics Fivérek utca 7-es szám alatt, írta dr. Pásztor Bálint. Kihirdette a köztársasági választási bizottság a bunyevácok szabadkáért és jogaikért együtt Tamara Babitja elnevezésű listát, amely a november 13-án esedékes nemzeti tanácsi választásokon indul. Sajtótájékoztatóján a listavezető elmondta, a jelöltek nagy része fiatal és az elmúlt időszakban aktív szerepet vállalt a bunyevácok közéleti eseményeinek megszervezésében. Udružili smo se zajedno da sačuvamo i unapridimo sve što je u prethodnom periodu postignuto u oblasti kulture i tradicije Bunjevaca, u oblasti informisanja na bunjevačkom jeziku i u svakodnevnoj upotrebi bunjevačkog jezika kao maternjeg jezika Bunjevaca. Smatramo da su izbori slobodni i da na izborima treba da učestvuju svi koji smatraju da mogu doprineti kvalitetnom radu novog saziva Bunjevačkog nacionalnog savita. Megjelent az állami mezőgazdasági földterületek bérbeadására vonatkozó nyilvános pályázat Magyar-Kanizsán, amelyre a községbeli és bejegyzett gazdasággal rendelkező termelők pályázhatnak. Első körben 1500 hektár földterület kerül meghirdetésre 15 éves bérleti futamidőre, amelynek legnagyobb része kaszáló. A pályázati határidő szeptember 21. Az érdekeltek a terepen is megtekinthetik a bérbeadandó állami parcellákat. Önkormányzatunk meghirdette 2022-es évtől ismételten az állami földek bérbevételi lehetőségét. Mezőgazdasági minisztériumon keresztül, úgy, ahogy a korábbi években is már megszokhattuk, ismételten így lehet ebben a konstrukcióban ezt megtenni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy online applikáción keresztül kell magát a földterületet kibérelni, viszont ahhoz, hogy az érdeklődők ideig eljussanak, munkatársaink minden segítséget megadnak, úgyhogy mindazok, akik szeretnének ezzel a lehetőséggel érni, azokat arra kérném, hogy haladéktalanul a napokban keressék fel munkatársainkat. Sose már egy kis tartalék, de mennyi az elég? Egyesek szerint egy 4-tagú család számára egy hétre elég 3 kiló cukor. Mások szerint ez nagyon kevés. Egyesek szerint egy csomag toalettpapír elegendő. Mások csomagszámra vásárolnak a hiánytól és a drágulástól félve. Túlzásba sosem szabad esni, de nehéz időkben jól jöhet egy kis tartalék. Arról, hogy ez mennyit jelent, megoszlanak a vélemények. Számos cikk foglalkozik azzal, hogy mi lesz a télen. Egyesek energiahiánytól tartanak, mások bizonyos áruk hiányától vagy drasztikus drágulásoktól. A világhálón számos írásban foglalkoznak azzal, hogy milyen tartalékokkal kell, legalábbis szerintük, rendelkeznünk. Alapvető élelmiszerek, konzervek, higiéniai termékek, a lista végtelen. A tengeren túl már a hidegháború idejében megjelentek azok, akik valóságos raktárakat hoztak létre a legrosszabbtól tartva. A tél közelettével sokan Szerbiában és Európában is úgy gondolják, hogy nem árt egy kis tartalék minden esetre. Viszonylag sokáig eláll a burgonya, a répa és az alma, vagy a különböző gabonafélék. Ezekből is érdemes lehet kicsit többet venni, ahogy a száraz alapanyagokból is, mint a bab, liszt, cukor, só. De jól jöhetnek még a porlevesek, konzervek, tartós tejtermékek és kekszek is. Mindenki maga döntheti el, hogy mekkora pánik vagy hörcsög vásárlásba kezd. Olyan nagyon-nagyon nem szoktam raktározni, hát így pár dolgot, mit tudom én, 2-3 liter olaj, liszt, cukor, stb. Hát sajnos, hogy ez az árukiesés van,
nem jó dolog, és nagyon sokan ki is használják, hogy megveszik, aztán máshol eladják, stb. Nem helyeslem, hát én olyan nagyon-nagyon sokat nem szoktam előre vásárolni. Nyugdíjas is vagyok, meg hát úgy gondolom, hogy másnak is kell, nem csak én nekem. Beosztjuk, ameddig van, ha nincs, akkor várjuk, hogy legyen. Toldi Márta úgy véli, most semmi szükség sincs a pánik vásárlásra, mint a 90-es évek végén. Az ilyen tartósított dolgokat, mondjuk rá tartósított tejet, azt mindig tartok ugye frizsiderbe. A konzerveket azt úgy egy hónapra veszem. Húst veszek, amikor látom, hogy szép és jó árban van. Ennyi. Zöldségfélét, amit bírok, teszek a mélyhűtőbe, hogy legyen. Buják Istvánnál előfordult már, hogy pánikvásárlásba kezdett, de mint mondja, csak ha úgy érzi, szükség van rá. Szoktam-e hőrségvásárlást csinálni? Hát előfordult már. Például WC-papírt vettem már most 4 darabot. De azt, hogy mondja, hogy vegyél, mert nem volt a Lidl-be. Akkor tartós teljesen volt a Lidl-be tegnap. Elmentem, hoztam 3 doboz a 24-esből, valamik a 24-esből. Hát így, ha már úgy látom, hogy nincs, akkor... De nem tudatosan csinálom ezt, hanem instinktív, mert hát kell. Sokak attól tartanak, hogy bizonyos áruk eltűnnek a boltok polcairól, vagy nagy mértékben megdrágulnak. Ezért is vélik úgy, hogy addig kell megvenni azokat, amik kaphatók jutányosabb áron. Ezt a gondolkodást csak erősíti az a tény, hogy Szerbia nehéz mezőgazdasági évet tudhat maga mögött. A szakemberek azonban úgy vélik, lesz elég termés és termék is. Reméljük, hogy ez a helyzet egészen stabilizálódhat, sőt úgy gondoljuk, hogy ez a mostani helyzet nem biztos, hogy mindig így fog alakulni. Ahogy láttuk eddig is, különféle termékek és áruknak az árai ingadoztak, sőt, voltak olyanok is, amelyek rövid időszakban hát, hiányt képeztek, mint most is úgy látszik a tartósított tejjel való gond, de én, ahogy követtem ezeket az eseményeket, úgy látom, hogy ez csak tényleg egy rövid időre van ilyen kialakult helyzet. Azok, akik borulátók, és nem csak az éléskamrát, hanem otthonukat is fel szeretnék tölteni a nehéz időkre, fontos megnézniük, nincs-e kifogyóban a szappan, fogkrém, mosópor és WC-papír. De gyógyszerekre is fontos nagy figyelmet fektetni, azért, hogy mindig legyen otthon láz és fájdalomcsillapító. Túlzásokba azonban semmi esetre se essünk.433 EP képviselői szavazattal elfogadta az Európai Parlament a Magyarországról szóló újabb jogállamisági jelentést, amely szerint Magyarország hibrid választási autokráciává vált. Csak 123-an szavaztak a jelentés ellen, míg 28-an tartózkodtak. Az Európai Bizottságot is felszólították, hogy használja fel a rendelkezésére álló összes eszközt Magyarországgal szemben. Bár a Sargentini jelentésről 2018-ban egyszer már szavazott az Európai Parlament, egyúttal megindítva Magyarország ellen a 7-es cikk szerinti eljárást. Az előrelépés hiánya miatt a képviselők úgy döntöttek, hogy újabb jelentést készítenek. Erről szavaztak csütörtökön. Az elfogadott jelentésben azt állapították meg, hogy a Sargentini jelentés óta az elmúlt 4 évben a magyar demokrácia állapota még rosszabbá vált. A szöveg megállapítja azt is, hogy a Magyarországon történtek rendszerszint fenyegetést jelentenek az Európai Unió alapértékeire. Kijevbe érkezett Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelenszky balesete és újabb összecsapások. Ez az ukrajnai helyzetkép az orosz-ukrán konfliktus 204. napján. Az Európai Bizottság elnöke mostani látogatásán arról egyeztetett Zelenszky elnökkel, hogyan tudja az EU szorosabbra vonni a kapcsolatait az ukrán gazdasággal és az ukrán néppel Ukrajna uniós csatlakozásának előmozdítása érdekében. Az éjjel folyamán orosz rakéta
szemétáig találtak el egy víztározó gátat a dél-ukrajnai Krivij Rih város közelében. A város vezetője elmondta, egyes területeken evakuálni kellett a lakosságot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, a támadásnak katonai jelentősége nem volt, a civil lakosság ellen szólt. Az ukrán elnök kora reggel autóbalesetet szenvedett a frissen visszafoglalt Izjumban tett látogatása során, de nem sérült meg. Szeptember 15-e a mozdonyvezetők napja. A dátumot az Európai Mozdonyvezetők Szakszervezetének Szövetsége jelölte ki, hogy a mozdonyvezetők ünnepelhessék szakmájukat, felidézzék a mozdonyok és a vasúti közlekedés történelmét. Szerbiában a rendszeres vasúti forgalom 1884. szeptember 15-én indult meg, ezért a mozdonyvezetők mellett a vasutasok napját is ezen a dátumon ünneplik. Az utóbbi években több felújítási munkálat is beindult Szerbiában, ezen belül pedig Vajdaság területén is. Idén márciusban adták át a Belgrád és Újvidék közötti gyorsvasutat, amelyen Dél-Kelet-Európa egyik leggyorsabb vonata, a Sólyom 200 km/órás sebességgel is száguld a két város között. Ez a vasúti szakasz a Belgrád-Budapest vonalhoz tartozik, amely kiépülése után megközelítőleg 1 óra 10 perc alatt Szabadkára lehet majd érni Belgrádból. Emellett idén befejeződött a Szabadka-Horgos vasútvonal felújítása is, amely Szabadkát Szegeddel köti össze. A vonalon augusztus 1-én megindult a teherforgalom, a személyforgalom pedig a tervek szerint 2023. októberében indulhat meg a két határmenti város között. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Városnapot ünnepel Topolya, kiosztották a pro-urbe kitüntetéseket. Záporokkal tarkított, de viszonylag meleg idő várható az elkövetkező napokban. Városnapot ünnepel Topolya. A községi képviselőtestület díszülésén kiosztották a város elismeréseit. Pro-urbe díjban részesült Zsáki István és Csernyik Attila topolyai képzőművészek, valamint Zdravko Szávics labdarúgó játékvezető. A topolyai fejlesztéseket is bemutatták a rendezvényen. A topolyai színházteremben tartották a városnapi ünnepi díszülést, amelyen megtekintették a pro-urbe díjasokról szóló kisfilmeket. Zsáki István, akadémiai festő több évtizedes munkásságáért vehette át a díjat. Csernyik Attila, képzőművész, grafikus egészségügyi állapota miatt nem tudott jelen lenni, nevében fia Csernyik előtt vette át az elismerést, amelyet úttörő alkotói munkásságáért kapott. Zdravko Szávics labdarúgó játékvezetőt a sport területén elért kimagasló eredményeiért díjazták. Topolya plakettjét kapta a 20 éves Mara Amatőr Színház, Bolvári Antal járművezető oktató, a Topolyai Nyugdíjas Egyesület, a Tomislavci Labdarúgó Klub és Dudás Zoltán a ruszin és magyar kultúrtevékenységéért. Polgármesteri köszönőlevélben részesült a 3+ nagycsaládosok egyesülete, Bábi Lajos, Faragó Szilárd, Dragan Golubovics és Gorán Ivanisevics. A díjazottak nevében Zsáki István szólalt fel. Egy festő, egy író, egy képzőművész, egy zenész nem mehet nyugdíjba, ő továbbra is dolgozni fog, és továbbra is öregbítsük Topolyának az értékét, gondolom még. Csernyikkel, hogyha kijön és találkozunk, tehát ezek a jövő tervei. Kisfilm formájában számoltak be az önkormányzat munkájáról, többek között a szennyvíztisztító projektje, a diákotthon megnyitása, a gázvezetés, a Belgrád-Budapest gyorsvasút topolyai szakaszának kiépítése is nagy előrelépés a község életében. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk az elért eredményeinkkel, ugyanakkor nem szabad megállnunk, nem szabad hátradőlnünk, mert még nagyon sok tervünk van, amiket szeretnénk megvalósítani. A célunk az, hogy minden Topolya községbeli polgár számára egy biztosabb, élhetőbb, jobb életkörülményt tudjunk biztosítani. Maruzsenszky András József a Topolyai Zeneiskola növendékének hegedű játéka tette ünnepélyessé a Topolyai Városnapi díszülést.
A művészet és műemlékvédelem elnevezésű zentai művésztelep kapta az idei Nagyapáti Kukac Péter képzőművészeti díjat, melyet a Topolyai Városnapi rendezvénysorozat keretében adtak át a Művelődési Ház kiállító termében. A díjátadóval egyetemben megnyílt a művésztelep 10 éves anyagából válogatott kiállítás is. A Nagyapáti Kukac Péter díjat Rafai Endre, zentai származású művészettörténész, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának művészettörténeti tanszék vezetője, a művészet és műemlékvédelem művésztelep vezetője vette át a Topolyai Művelődési Ház kiállító termében. Festményeket, szobrokat, installációkat láthatnak itt az érdeklődők, a munkákból katalógus is készült. A kiinduló pont az volt, pontosabban a kiinduló ötlet az volt, hogyha a képzőművészek, festők, szobrászok, grafikusok, keramikusok, illetve akár építészek is felhívják a figyelmet a műemlékek létére, állapotára, sorsára, a nagy közönség figyelmét is, és a szakmai közönség figyelmét is, akkor talán hathatósabban sikerül a védelmet megoldani. A díjak odaítéléséről bizottság döntött Csernik Attila, Ninkov Kovacsev Olga és Klájó Adrián részvételével. A művészet és műemlékvédelem művésztelep egyéni módon hívja fel a figyelmet a kollektív identitástudat fontos elemeire, melyek ugyanakkor az általános kulturális örökség részei. Nagyon látványos módon Zenta utcáin szól erről a témáról. Tehát nem csak a kiállítás formáját mutatja meg, tehát nem csak a képzőművészetet pendíti meg, tehát hogy gyertek emberek, nézzétek meg a tárlatunkat, hanem akciókat rendeznek Zenta utcáin, és megjegyzem, nem csak pécsi diákok vannak jelen ezeken a művésztelepen, hanem idevalósi fiatal művészek is. A Nagyapáti Kukac Péter díj az egyetlen olyan művészeti díj Szerbiában, amelyet egy községi képviselőtestület hozott létre. Topolya község önkormányzata, vagyis hát képviselőtestület 1973-ban alapította a Nagyapáti Kukac Péter kézművészeti díjat, mégpedig azzal a céllal, hogy jutalmazza és díjazza a kézművészet területén elért kimagasló eredményeket. A 90-es években ez a díj megszűnt, és 2003-ban indítottuk újra ezt a díjat, azóta pedig az önkormányzati vezetés arra törekszik, hogy ápolja ezt a hagyományt. A kiállítás megnyitó részeként Rafai Endre egy kis filmet mutatott be a műemlékekről zenés performance formájában. Önkéntes véradási akciót szervez a Szabadkai Vöröskereszt szombaton 9 és 12 óra között a Galéria Irodaházban, az Átriumban. Az Ébreszt fel a szíved, agyvért elnevezésű akció ideje alatt ingyenes orvosi vizsgálatokat tartanak a helyi közegészségügyi intézet munkatársai. A Szabadkai Közkórház vérellátó osztályának adatai szerint a vérállomány nagyon alacsony szinten van, ezért arra buzdítják a 18 és 65 év közötti lakosokat, hogyha tehetik, vegyenek részt az önkéntes véradáson. Aki egy egység vért ajándékoz, az három emberi életet tud megmenteni. Ez azért nagyon fontos, tehát ez úgy értendő, hogy a vért azt három részre osztják, tehát három különböző összetevőre osztják fel, és ilyen módon értendő az, hogy három emberi életet lehet megmenteni. A betegségek nem szűnnek meg, ezért a vére is mindig szükség lesz, és egy nagyon fontos dolog, jobb, hogyha a vér vár a betegre, mint hogyha a betegek várnak a vérre. Három madárodóval és egy madáretetővel gazdagodott a Csika Jóvasz Máj iskoláskor előtt intézmény Moholi Búgócsiga épülete. Az ajándékokat a Zöldike civil szervezet, az IFIX ifjúsági szervezet támogatásával hozta el a gyerekeknek. Tevékenységüket Adaközség önkormányzata, valamint magántámogatók segítik. A madarak védelméről szóló előadást a Varázsló óvodás csoport 28 gyermeke hallgatta végig. A Zöldike természetvédelmi civil szervezet elnöke mesélt nekik a téli etetésről, valamint az odukról és etetőkről. A gyerekek is készültek, otthonról hoztak magukat. Hol pticiznás, de minábra is? Orla, i papagája, deklícsa, i... Rabca. I šta ćete ovdje danas raditi? Šta vam je Čika pričao? Čemu je pričao? Da damo ptičicama
Hránu. A Zöldike Természetvédelmi Civil Szervezet rendszeresen tart előadásokat az iskoláskor előtti intézményekben, felhívva a figyelmet a madarakra és azoknak a megvédésére, főként a téli hónapokban. Az akciók annyira sikeresek, hogy sok gyerek már otthon is készített madáretetőt. Dunya, šta ti imaš kod kući? Čula sam da nešto imate na drvetu. Šta je to? Hranilica za ptice. I od čega ste napravili hranilicu? Od kore od drveta. A gyerekek és a szervezetek tagjai elhelyezték a madáretetőt a már meglévő rovarhotel mellé, valamint a három új madárodut is. A legtöbb figyelmet fordítunk a cinkékre, tudjuk, hogy ezek nagyon hasznosak, a verebek is fontos, különben minden madár fontos a természetben, de erre kettőre, fekete rigóra, mivel hogy ezek sok rovart össze tudnak szenni, tudjuk, hogy a cinke évente majdnem 80 kilót össze tud szenni rovarokból, nagyon hasznosak tartsuk, hogy ezeknek a madárfajoknak rakjunk ki madárodukat is. A 32 mm-es röpnyílású madárodó a cinegének felel meg, még az 50 mm-es a verebeknek és a rigóknak. A hideg hónapokra pedig új feladatot kaptak az óvodások, feltölteni az új etetőt olajos magvakkal, így segítve a madarakat. A Deliblati homokpuszta ízei gasztronómiai örökség című szerbés angol nyelven megjelent könyvet mutatták be Deliblaton. A kiadvány Iván Rádics kezdeményezésére és a Deliblati homokpuszta klaszter közreműködésével, számos köztársasági intézmény és szakember hozzájárulásával, valamint a Művelődésügyi és Tájékoztatási Minisztérium támogatásával jött létre. A kiadvány szerzője Dejan Zagorac. Najveći koji su nam saradnici iz muzeja Pančeva, iz zaštitu kulturnih spomenika Pančevo, tako da smo objavili i spomenike kulture i spomenike materijalne baštine, arheološka nalazišta, tako da je to jedna celokupna, kako bih rekao, monografija o ovom području, koja nije se samo orijentisana na gastronomiju, gastronomija je pre šlag na torti, a sve ostalo, sve te zanimljive stvari koje možemo da nađemo u Deliblatskoj pešeri, uključujući i prirodne retkosti, predstavljene su u ovoj monografiji. Záporokkal tarkított, de még meleg idő várható az elkövetkező napokban térségünkben. Pénteken eleinte még több helyen kisüthet a nap, majd erősen felhős, borongós idő várható. Napközben szórványosan fordulhat elő eső, zápor. A csúcshőmérséklet 17 és 25 fok között alakul holnap. A hétvégén is változékony, valamivel hűvösebb időre lehet számítani. Kisorsolták a 15. nemzeti vágta előfutamainak sorrendjét. A lovas megmérettetésre október 1-én és 2-án kerül sor Budapesten a Hősök terén, amelyen 60 magyarországi és határon túli település lovasa versenghet a leggyorsabbnak járó elismerésért. Idén is lesz nemzetközi futam, amelyen 12 ország indul. A fiatal tehetségek számára újra megrendezik a kishuszárvágtát. Lesz fogatvágta, huszár és hagyományőrző felvonulás, kocsitoló verseny és jótékonysági sztárfutam is. A programokat a szilvásváradi Ménes lipicai lovas bemutatója zárja. Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató tájékoztatása szerint a programok idén a 15-ös szám köré szerveződnek. A kishuszárvágtán idén a tavalyi 25 helyett 30 versenyző lovagolhat majd a Hősök terén. A szombati napon 5 fős előfutamokon vesznek részt a lovasok. A 12 előfutam győztese automatikusan középdöntőbe jut, valamint az utánuk következő 13 legjobb időeredményt elért lovas is tovább jut a középdöntőbe. Az 5 középfutam győztese jut aztán tovább a vasárnap esti döntőbe, közölte a versenyigazgató. Eddig 4 határon túl és 8 magyarországi elővágtán vannak túl, hangzott el az eseményen. 2021-ben Szabó Nikolett, Szabadka lovasa, Pipacs nevű lován nyerte a 14. nemzeti vágta döntőjét.
bejelentette visszavonulását a profi tenisztől Roger Federer. A 20-szoros Grand Slam bajnok svájci teniszező saját közösségi média felületein tudatta szurkolóival, hogy a jövő heti Laverkupán még pályára lép, de aztán több hivatalos ATP tornán vagy Grand Slam mérkőzésen már nem láthatjuk őt teniszezni. Videó üzenetében leszögezte, hogy a tenisz sokat adott neki, sok trófeát nyert, de úgy érzi, ideje visszavonulni. A 41 éves Federer az Australian Openen 6-szor, a Roland Garroson 1-szer, Wimbledonban 8-szor, míg a US Openen 5-ször diadalmaskodott. Összesen 310 héten keresztül vezette az ATP világranglistáját, közben 237 hétig folyamatosan. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Elfogadta a köztársasági képviselőház a szerb államfő Koszovóról szóló jelentését. A szerb egység, szabadság és a nemzeti zászló napját ünneplik ma Szerbiában és a boszniai szerb köztársaságban. Október második felében kezdi meg a magyar összefogás az intenzív kampányt az MNT választásokra készülve. Orbán Viktor holnap Szerbiába látogat. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót a viszontlátásra!